Hát üdvözlök mindenkit ezen a nagyon szép verőfényes reggelen, és most kivételesen reggel veszek föl, egy újabb demonstrációval köszöntelek titeket. Ez egyébként egy eléggé különleges alkalom, ugyanis platformer játék nagyon-nagyon kevés volt eddig nálam, viszont aki követett engem, az tudja, hogy egyébként nagy rajongója vagyok a régi platformer cuccoknak. Többek között a Crash Bandicoot sorozatnak, amit még ugye 1000 évvel ezelőtt játszottam a PS1-en, az összes létező részét, amihez csak hozzájutottam. Egyébként a Warped volt a nagy kedvencem. Na most, hogyha valaki követte, akkor azt tudja, hogy készültek igazából újabb részek is, többek között ez a szerintem nagyon jól sikerült Crash of the Titans névre hallgató epizód, amiben én gondoltam, hogy bepillantást engedek nektek így a változásokkal kapcsolatban. Én leszek ABC, mert hogy nagyon-nagyon szeretek ilyenekkel hülyéskedni. És rögtön akkor egy ilyen pofás kis intro, normál módban, tehát egy ilyen pofás kis intro után igazából bele fogunk csöppenni majd így a kellős közepébe, és akkor dobunk egy újat oda. Igen, voltam már ABC, mint láthattátok. Érdemes egyébként ennek a játéknak nekifutni, hogyha valaki csak úgy szeretné egy kicsit eltölteni az idejét, ugyanis nagyon ügyesen fejezetekre van osztva, pályákra van osztva, úgyhogy ha valakinek csak esetleg egy ilyen 10 perc ideje van, hogy szeretné kihasználni és szeretné egy kicsit jól érezni magát, akkor érdemes. Bármikor érdemes. Egy kétség két hosszú ideig ment, és hadd szóljon. Episode 1. A new hop. Crash, help me get this gizmo working. At long last, the world will have a way to recycle butter. Hey, that was a good one. Okay, hand me the transpalooper. The purple thingy. Roger! Is this thing on? Yeah? Ha ha! I'm back, babies! Surrender to Cortex! Mika, sucker! Hey, genius, I can't actually hear you. I'm really far away, and I'm flying like a hovercraft or something. I will deal with them. I have been fighting evil for many centuries. What? You don't even got a body! Help! Crash! Oh. I'm off to do bad things. Ta-ta. I'm just gonna stay here a while. No, hát a helyzet az egyébként, hogy nekem egy hatalmas nagy meglepődés volt az a játék. Azon egyszerű oknál fogva, hogy mielőtt én ezzel találkoztam volna, utoljára én még a PS1-es változatokkal játszottam. És nekem teljesen új volt ez a koncepció igazából, hogy Crash így püföl, szét van varva, ott van valami nagy darab fickó. Igazából még a szereplőkről sincs a hupililla fogalmam se, hogy kicsodák, vagy micsodák, vagy miért vannak ott. Biztos vagyok benne, hogy ős Crash rajongók azok tudják, és most meg fognak kövezni engem a felkészületlenségem miatt. De hát ilyet is kell igazából. Mint ahogy említettem, lesznek olyan játékok, amiket annyira nem ismerek. Na most ez igazából nagyon-nagyon jó kis cucc, viszont annyira nem ástam bele magamat itt a dologba, ugyanis szerintem ugyanúgy, ahogy egy Super Mario köré is igazából ordos hülyeség volt véleményem szerint egy ilyen teljes sztorit építeni, úgymond, főleg, hogy mondjuk játékonként is eltér életre volt, vagy három barátnője, hogyha jól tudom, hogy a sorozat alatt. De ott is csináltak rajzfintől kezdve minden hülyeséget, ugyanúgy szerintem egy Crash Bandicootnak sem pont a történet lesz az, ami elviszi, hanem igazából a marha jó játékmenet, mint ahogy mindegyik platformernél. Hogyha belegondoltok, akkor a Prince of Persia volt még valami ilyesmi régen, hogy hupililla fogalmunk nem volt, hogy mit miért kell csinálni, annyit tudtuk, hogy az egy tipikus menzsd meg a hercegnőt. Ehhez képest a legújabb Prince of Persia megoldásoknál ugye PS2-re is kijött 2 vagy 3 része neki. Most ott is igazából ugye már annyira tele rakták a történetet,
tehát mindenféle ilyen infókkal, hogy az valami félelmetes. Tehát jó, volt miből dolgozni, hogy igazából volt egy nagyon egyszerű alapkoncepció, és szinte nulla történet, innentől kezdve pedig aztán könnyű dolgok volt. De én őszintén megmondom, nem találkoztam még Crash Bandicoot rajzfilmmel, vagy képregénnyel, vagy hasonló hülyeségekkel, de nem is szeretnék. Jó, ami történet van benne, igazából az úgy poénos. Ennyi pedig nekem bőven elég egyébként, ugyanúgy, ahogy nem szoktam a lehető legtöbb esetben sem foglalkozni az ilyen jellegű játékok esetében azzal, hogy mi van, de... Ami viszont nagyon-nagyon jó, hogy remekül megcsinálták az irányítást. Tehát, hogyha látjátok, akkor igazából Crashnek is többféle támadása van, többféle helyszínbe lehet járni, rengeteg olyan titkos rész van, amit meg lehet találni magunknak, hogyha arról van szó. És egyébként ezek a cuccok, ezek meg megint csak nagyon jók, gyakorlatilag ez a sok bio, amit összeszedünk, ez helyettesíti az XP-t, hogyha eléggé sokat összegyűjtünk belőle, akkor kapunk valami új kombót például, vagy hasonlók, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Mondom, igazából az elejét fogom megcsinálni ennek a játéknak csak, tehát ez pont az a műfaj, amiben szerintem bőven jó, hogyha ráhagyjuk az emberekre, hogy mit csinálnak. Tehát legalábbis itt nincsenek olyan nagyon durva megoldások, mint mondjuk ugye a Rezi 4-ben voltak, hogy tényleg szabályosan egy ilyen stratégiát kellett kidolgozni minden egyes pályán, hogy egyáltalán végig tudjuk vinni, nem csak az, hogy egyáltalán jól tudjuk végigvinni. Na, itt igazából ilyen nincsen, tehát azért vége felé azért vannak izzasztó részek, de alapvetően, hogyha valaki egy játéknak a ritmusát megtalálja, akkor szerintem egyrészt baromi jól fog szórakozni. Másrészt pedig tényleg nem nagyon lesznek problémái. Ezek a cuccok egyébként arra jók, hogy el lehet őket olvasni. És mindenféle ilyen háttérinfókat ad. Ez a játék egyébként többek között még azért is jó, mert kedves neimet nagyon-nagyon ritkán tudom rávenni, hogy bármibe csatlakozzon. Egyszer a Tomb Raiderbe sikerült, illetve hát ezt a cuccot viszont ketten vittük végig, tehát csak hogy tudjátok, ez nagyon-nagyon barátnő pozitív ez a játék, hogyha esetleg szeretnétek rávenni, hogy valami aranyos kis izével játszon, ami pixelekből van. Na, tehát a lényeg igazából, hogy ez azért jó, azért csinálták meg jól, mert a co-op módja, bár néha kicsit nehézkes a kameramozgások miatt, ettől függetlenül ketten marha nagy élmény. És ugyanazt a sztori lehet végigjátszani, tehát néhány játékkal ellentétben itt a történet ugyanaz még ketten is. Na, az az, amit nagyon-nagyon utálok, mint ami például a fenébe már, na, tehát mint ami volt például ugye a Resident Evil Revelationsnél is, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire szerettük volna, nem volt klasszikus kétjátékos mód, hanem volt csak ez a raid mód cucc. Na, itt igazából nincsen, na. És ott is van, meg volt a 10 000, úgyhogy most már akkor kaptam egy új kombót. És le is estem. Ja, közben mutatom, hogy... Aha. Tehát itt meg lehet nézni a mindenféle infokat, amiket kaptunk, ugye? Oké, dupla. Mindig elfelejtem. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Na, közben pedig egyébként a gyűjtögetésnek vannak ilyen egyéb metódusai. Például vannak itt ezek a duplázó cuccok. Jaj, duplázó cuccok. Amik igazából egy limitált ideig, de azt teszik, hogy kétszer annyi ilyen cuccot dobál minden. Tehát nem az, hogy alapból duplázza, hanem kétszer annyit dobál, úgyhogy erre érdemes figyelni. Viszont ugye ez nekünk csak jó. Gyerünk. És hát ugye a tipikus akadálypályák is megvannak, például ugye a súlyra mozduló lécek, na tehát rohadt nagy kövek, meg hasonlók. Úgyhogy itt aztán tényleg kitettek magukért, plusz egyébként a helyszínek azok nagyon-nagyon szépek. És nagyon sok játékkal ellentétben itt nem igazán találkoztam ilyen láthatatlan falakkal. Na, az az, amit én még nagyon tudok utálni egyébként, amikor látom, hogy hova lehetne menni, de mégis ott van egy láthatatlan fal, ami meg nem enged. Úgyhogy szerintem azért tényleg így a 2000-es években azért erre már kicsit jobban is figyelhettek volna. Ennél a játéknál például figyeltek is. Úgyné. Gyerünk, srácok, nem érek rá egész nap. Drága barátomat valahol errefelé rejtették el. Némi kis akadálypályán még azért át kell vergődnöm. Hú, basszus. Kinek melyik rész egyébként a kedvence, azt azért áruljátok el nekem. Nekem még a mai napig egyébként a harmadik rész az a Warped. Ugyanis
Azaz a játék, amiben szerintem egy 40 órát biztos, hogy beletoltam, és kb. Addigra sikerült a végére érnem. És pontosan a megfelelő arányban tartalmazta a vizes pályákat, amiket egyébként én mocskos módon után... Na, ezt nem tudom, hogy miért esett le. Tehát pont a megfelelő arányban tartalmazta a vizes pályákat, amiket én egyébként rendkívüli módon utálok. De mindenben utálom mondjuk a vizes pályákat. Ja igen, ez is az extrák közé tartozik, hogy vannak ezek a robotok, amiket ugye szét lehet kalapálni menet közben. És mindenféle díjazásokat kapunk, hogyha ilyen extrákat is összeszedünk, tehát például a képgalériát meg lehet nézni, új mozdulatok és a többi és a többi. Úgyhogy azért érdemes ezekkel is foglalkozni, bár az igazság az, hogy nagyon ritkán találom meg őket, de amikor megtalálom, akkor nagyon-nagyon örülök. Most az első pálya, ez még ugye a demo verzió, ez még a bemutatjuk, hogy mit lehet csinálni, de itt még aztán egyszerű minden, mint a fajék. És itt még egészen jól is jártam. Hoppácska. Hú, meg itt legalább jól megcsináltak a kameranézeteket is egyébként, azt marhán tudom utálni. A Kingdom Hearts-ban volt olyan igazából, hogy tök egyszerű lett volna fölugrálni mindenféle helyszíneken, viszont egyszerűen nem tudtam, mert hogy... Hoppá. Tehát viszont egyszerűen nem tudtam, mert hogy egyszerűen annyira idiótán fordult állandó jelleggel a kamera, hogy azért állandóan leestem. Gyerünk? És ott is van a drága maszkom. Majdnem azt mondom, hogy maszkos barátom, de egy maszk az egész. Most ezek ki akarják szabadítani, vagy vissza akarják csukni a rácsot? Tehát így... Ja igen, még az is egy extra egyébként, hogyha kombózunk, akkor hogyha egy bizonyos számú kombót elérünk, akkor kapunk ilyen egyéb minősítéseket. És attól is függ egyébként, hogy kapunk-e valami extrát még a végén. Tehát most például már 38-nál tartok, 41-nél tartok, elfogytak. Combo Kinget meg is kaptam, királyság. Thank you, Crash. My powers were useless against them. Dark magic is behind these creatures. Strange things are afoot. Uh-huh. Yes, I know I don't have feet. Let's just go already. Na? Hoppácska, még pofoszkodás van. Na, még megmutatom nektek egyébként, hogy miért is lett ez a címe, ami. Tehát ugye még nincsen vége a pályának, mert elvégre még a New Hop pályán még mindig itt vagyok. Egyébként, hogyha megfigyelitek, akkor esetek többségében ismert filmek, regények, hasonlóknak a címeit. Aha. Tehát ismert filmek, regények, hasonlóknak a címeit írták át. A New Hop például, ugye a New Hope, azaz a Star Wars-nak a negyedik epizódja volt eredetileg. Na és ezért Crash of the Titans, tehát... Na, mindenféle mutánsok vannak, akiket le kell verni, mint vaka poharat. Úgyni, és hogyha megvan, akkor pedig szépen föl lehet szállni a hátukra. És ez fogja egyébként a játékélmény 90%-át adni, amikor egyre nagyobb és egyre különlegesebb képességű dögökkel lehet így gyalázni. És mindegyiknek vannak ilyen különleges támadásai, tehát ugye mindegyiknek van az alapütése, mindegyiknek van valamilyen speckója, amelyik ilyen előrefelé mászik, és vannak az ilyen extrák, amiket meg csak akkor lehet összeszedni, amikor föl van töltve a lila sávunk. Ugyanis a lila sáv az gyakorlatilag egy ilyen, hát nem manának mondanám, mert az itt nincs igazából. Tehát, hogyha az energiánk föl van töltve, amit pedig úgy tudunk megcsinálni, hogy ütjük az ellenfeleket, akkor lehet ilyen extra támadásokat bevinni. Például ezt. És egyébként rengeteg féle dög van és rengeteg féle képességgel, úgyhogy tényleg érdemes ezzel foglalkozni egy picikét. Na, gyerünk! És csak megszűnt. Ah,
Azért ajánlom figyelmetekbe egyébként a dinamikáját az egésznek, tehát igazából ugye mozgástól is változik itt minden az égvilágon. Ott a harmadik, Robi, gyere ide! Hát ez buktad, öreg. Ja, és ugye át lehet ugrani egyikre a másikra is, tehát itt vannak ilyen okosságok. A trükk az egyébként, amit ki lehet használni, például, hogyha valaki a Combo King-ekre megy, ami nem mindegy, hogy mennyit. Ja, igen, van a másik, a Minion Master. Ugye most a 65-ből eddig 54 ellenfelet öltem meg, ha mindegyiket megölöm, akkor szintén valami extrát ér, nem tudom már, hogy két galériát vagy mozdulatot, fene tudja, 57. Na, tehát hogy azt akartam kihozni, hogy nem tudom, hogy mit akartam kihozni. Ja, igen. Na, tehát, hogy például a kombós dolgokat, azokat úgy is meg lehet oldani, hogyha találtunk magunknak valami ilyen szörnyet, szépen fölmásztunk a hátára, összekalapáltuk, majd utána leugrottunk róla, akkor még egy darabig életben van, és olyankor lehet ütni nyugodt szívvel, mert hogy így is úgy is meghal, tehát akkor az nem, nem árt neki. Úgyni, ismét átugrok, ott a kétszerezőm, ott a kétszerezőm, azt fölgyorsan, gyerünk. Jó lesz ez. Ja igen, és egyébként úgy csináltak meg, hogy nem mindegy, hogy... Jó. Úgyni. Egyébként ez a legnagyobb genyóság, amikor tényleg így kihasználjuk, hogy nincsen, hogy másiknak az életével is játszunk. Mármint úgy, hogy... Kicsikét sérünk, akkor szépen át lehet pattani a másikra. És ott is van, megkapom a Minion Master-t. Fú, basszus, nem tudom, vannak ugye a magyarul Minionnak fordították ezek a Minionök, azaz ugye talpnyalók, szolgák egyéb, tehát ugye vannak ezek itt is, illetve hát nagyon sok helyen. De volt a Gruba. Az volt egy nagyon-nagyon isten cucc egyébként, és nem tudom, hogy emlékeztek azokra a kis sárga vigyókra. Na, ezt akkor megborítom. Úgyni. Tehát nem tudom, emlékeztek azokra a kis sárga vigyókra. De láttam egy olyan pólót, hogy van in Minion. Nagyon kész. Na, megkaptam. És megkaptam, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kör volt, és arany minősítéssel. Na, valami ilyesmiket lehet csinálni igazából. Norris körberőgő púgás. Na, nem tudok már beszélni, úgyhogy szerintem abba is hagyom. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem, hogy tetszett a cucc, és tényleg írjátok meg, hogy melyik volt a kedvenc Crash Bandicoot részetek. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, lehet, hogy még olyan, és ja igen, és azt is, hogy miért. Lehet, hogy meghozzátok a kedvemet olyanhoz is, amit mondjuk vagy nem ismerek, vagy nem annyira szeretek. Lényeg a lényeg, hogy következő találkozásunkig pedig köszönöm a figyelmet, sziasztok!